Pesten a fiatalok földindulást idéztek elő. Forradalmat, majd szabadságharcot indítottak el. Március 15-e az összmagyarság legkiemelkedőbb napja. Nemzeti megmaradásunk, a nemzeti szabadság és a nemzeti érzés örömének napja. Minden magyar ünnepe. Ünnepeljünk hát együtt méltósággal. Különleges alkalom ez a mai, hiszen Zákonyi Botondot, Magyarország bukaresti nagykövetét is köreinkben üdvözölhetjük. A Hagyományok Háza erdélyi kirendeltségének köszönhetően pedig a nagybányai Talpalat néptánccsoport mellett a kolozsvári Zurboló táncegyüttes és Rezed a zenekar fogja a színpadot tánccal, muzsikával, élettel megtölteni. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Következnek az ünnepi köszöntők. Elsőnek felkérem Vida Noémi alpolgármesterasszonyt, a nagybányai RMDS elnökét, hogy tartsa meg ünnepi beszédét. Vannak napok, melyek nem szállnak el, de az idők végéig megmaradnak. Mint csillagok ragyognak boldogan, s fényszórnak minden születő tavasznak. Juhász Gyula soraival köszöntöm nagy tisztelettel és szeretettel mindannyiukat a március 15-i ünnepi előadásunkon, melyel az 1848-49-es forradalom és szabadságharc emlékének tisztelünk. Köszöntöm körünkben, és köszönjük, hogy velünk ünnepel Zákonyi Botondból, Magyarország bukaresti nagykövete. Szeretettel köszöntöm ugyanakkor a határon túlról érkezett vendégeinket, akik ebben az évben is velünk együtt ünnepelnek. Engedjék meg, hogy átadjam a polgármester úr mély üdvözletét, és nagyon sajnálja, hogy nem tud itt lenni velünk, de beteg, úgyhogy lélekben itt van közöttünk. Március van, tavasz. A megújulás, felfrissülés időszaka. Szerencsések vagyunk mi magyarok, hogy legfelemelőbb ünnepünk erre az időszakra esik. Szerintem nem véletlen. Nem véletlen, hogy 171 évvel ezelőtt éppen tavasszal fogott össze néhány, élete tavaszát megélő fiatal, és robbantott ki egy forradalmat, melynek köszönhetően a világ tekintete ránk szegődött, amely előtt fejet hajtottak akkor a népek és nemzetek, és fejet hajtanak ma is. Egy forradalmat, amelyre végtelenül büszkék vagyunk, és amelynek gondolata mindig erőt ad nekünk mindennapi küzdelmeinkhez. Ez a célja minden megemlékezésnek, így a mainak is. Hogy erőt adjon, irányt mutasson, felemeljen. A múlt ismerete fontos, de az is fontos, hogy ennek ismeretéből levonjuk a tanulságokat. Ha végignézek a mai esemény sorozaton, látom, hogy 1848 öröksége nem üresedett ki. Kokárdát tűzünk a szívünk fölé, és felidézzük múltunk egyik legragyogóbb, eszméiben egészen máig ható korszakát. Ritkák azok a pillanatok egy nemzet életében, mikor annak tagjai egyként állnak egy nemes ügy mellé. 1848 ilyen pillanata volt a magyar nemzetnek. Mégis, ezek a ritka pillanatok mutatták meg nekünk, magyaroknak, hogy a történelem viharos évszázadai során közös ügyeink, magunk elé tűzött céljaink egységbe tudják kovácsolni a nemzet, a közösség tagjait, a sorsfordító időket élünk. Az akkor megmutatkozó egységes akarat megrendíthetetlen erőket mozgósított meg. Olyan erőket, amelyek bebizonyították egy ország számára, hogy vannak állandó értékek egy nemzet életében, amelyekért bármikor áldozatot lehet és kell hozni. 1848 szellemisége ma is erőt ad minden magyar számára, bárhol is éljen a világban. A márciusi ifjak üzenete számunkra, hogy hiszünk céljaink elérésében. Hölgyeim és uraim, nehéz időket élünk. Fiataljaink nem találják itthon a helyüket. Egyre többen döntenek úgy, hogy nem a szülőföldön építik jövőjüket. A gyermekvállalási kedv egyre csökken. Az emberek nem érzik magukat biztonságban, valahogy odavesztek a biztonságos mindennapok. Nekünk,
2019-ben is meg kell vívnunk küzdelmünket a szabadságunkért. Ma nem háborúban, fegyverekkel, hanem munkával, magyar képviselettel harcolunk a magyar ügyért. Szükségünk van olyan értékekre, amelyek képessé tesznek bennünket a jó cselekedetre, amelyek kiállták az idő próbáját, amelyekre hidat lehet építeni. Ilyen értékek a 48-49-es magyar forradalom és szabadságharc értékei. A mai ünnepségre készülődve sokat gondolkodtam azon, mit tud a mai nagybányai ember számára üzenni március 15-én. Tud-e egyáltalán újat, bíztatót mondani, hogy a mindennapok gondjai annyira maguk alá temetnek, hogy már ünnepelni, emlékezni sem tudunk? Már azokat a pillanatokat sem tudjuk észrevenni, amelyek vitathatatlanul összekovácsolnak minket, magyarokat, és amelyekre kötelességünk büszkék lenni? Elgondolkozhatunk, vajon milyenek lehettek azok mindennapjai, akik annak idején kirobbantották a forradalmat és szabadságharcot. Nem hiszem, hogy jobb volt nekik, mint a mai embereknek, sőt. Akkor is volt szegénység, akkor is volt elnyomás, jogtiprás, igazságtalanság, akkor is volt kivándorlás. Valami mégis más volt. Talán a közösségi öntudat, a közéleti szerepvállalás, az összefogás, a kezdeményező készség, a bátorság, az erő? Hölgyeim és uraim, vajon mi lett volna akkor, ha Petőfi, Jókai, Kossuth, Landerer, Széchenyi és társaik azt mondták volna, hogy megvan a magunk baja, nincs energiájuk és idejük a közösség ügyeivel foglalkozni. Mi lett volna, ha a márciusi ifjak, akik életüket adták a szabadságért, azt mondják, ugyan, minek harcolni, az kockázattal jár, és ők még élni akarnak. Mi történik akkor, ha az aradi 13 vértanú valamelyike kijelentette volna, hogy neki fontosabb a saját egyéni élete, mint a haza? És hosszan folytathatnánk a mi lett volna ha kérdéseket. 1848-ban az emberek a nagy közös célt, a magyar nép szabadságát az önálló egyéni értekeik elé tudták helyezni. Háborúunk, ha a világban nem úgy történik valami, ahogy mi azt szeretnénk. Gyakran találjuk magunkat szemben olyan problémákkal, amelyeket egymagunk nem tudunk legyőzni. És mellettünk ott áll a második, a harmadik, akiknek szintén szüksége lenne valamire. Tudunk-e ez ellen tenni? Egymagunk? Biztosan nem. Viszont együtt könnyebben véghez érhető a változás, többünk véleményét jobban meghallgatják, közös erővel megoldhatjuk a problémákat. Mert egyáltalán nem mindegy, hogy mekkora a sereg, amikor jogainkért harcolunk. Akkor tudjuk sikerre vinni törekvéseinket, a közösségünk mellettünk áll. Az elődök példája mindig erőt ad saját jövőnkhez. Ha van, és lesz bennünk magyarokban elég hit, kitartás, erő, és lesz kellő bölcsesség, hiszem, tudom, hogy sikerülni fog, mert sikerülnie kell. Hölgyeim és uraim! Sokan megvetnek ma minket, közéleti szereplőket. Támadnak, mondván, hogy évek óta politikusként dolgozunk, így én is a rendszer részese voltam, vagyok. Igen, azért a rendszeré, amelyet sokszor szídunk, amely miatt bizonytalanok a mindennapjaink. És higgyék el, senkit sem szomorít ezzel jobban, mint engem. Mert azon vagyok, azon vagyunk, azon dolgozunk, hogy a dolgok megváltozzanak. Feszegetjük a határokat, a legjobb tudásunk és hitünk szerint küzdünk azért, hogy a fiatalok itthon maradjanak, hogy szabadon használhassuk anyanyelvünket, hogy élhetőbb életünk legyen, és még sorolhatnánk. De most nem feltétlenül ezért értem ki erre, hanem azért, mert az egyéni értekek az individualizmus érájában egyre kevesebben vállalnak közéleti szerepet. És ennek sajnos vagy az érdektelenség, vagy a félelem lehet az oka. Sokan érdektelenek, vagy csak az egyéni problémákat tartják szem előtt. Sokan mások pedig félnek, hogyha közéleti szerepet vállalnak, akkor talán nagyító alá kerül az életük, így inkább a háttérben maradnak. De ha őszintén akarunk lenni egymáshoz, hölgyeim és uraim, tudjuk, hogy áldozatvállalás hiányában egy nép, egy nemzet sem halad előre. Én mindenkit arra búzdítok, kérek, jöjjön velünk egy csapatba, mert a céljaink ugyanazok, és állítom, hogy ez egyik legszebb munka, közösségért, közösségben dolgozni. Tisztelt ünneplő közönség! Ma, 2019-ben itt állunk egy olyan világméretű kihívás kapujában, ahol még az európai államok sem tudnak egységes álláspontra jutni,
ahol az európai vezetők éppen Európa jövőjéről ufárkodnak. Egy erősen változó Európában kell megtalálnunk a helyes utat. Egy olyan Európában, mely keresi az irányt. Talán hűtlen lesz azokhoz az elvekhez, amelyek megalakulásakor még fontosnak számítottak. A jelenlegi Európában most olyan dolgok történnek, amelyek pár éve elképzelhetetlennek tűntek. Számunkra viszont elvitathatatlan tény, hogy az Európai Uniónak nincs alternatívája. A romániai magyar emberek érezhették ennek előnyét. Ezért mi abban vagyunk érdekeltek, hogy az Európai Unió erős legyen, és azon belül Erdély fejlődjön. Részesei akarunk lenni a döntéseknek, nem csak elszenvedői. Ez az ügy nem két-három emberről szól, ez mindannyiunkról szól, és mindannyiunkon múlik. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Engedjék meg, hogy egy 12-es diák eszéjéből idézve zárjam soraimat. Nézzék! Itt van a várva várt nemzeti ünnepünk a szokásos módon, zászlókkal, versekkel, dalokkal, koszorúkkal, megemlékezéssel és kokárdával. Választhatunk, hogy úgy éljük meg ezt a napot, mint eddig, felszínesen, ünneplő ruhába öltözve, vagy egy teljesen új szellemben, azzal a megnyugtató érzéssel, hogy tettem a közösségemért, tettem a népemért, az emberekért. Mert akkor büszkén viselhetem a kokárdát. Azt a piros-fehér-zöld szalagot, amit Petőfi és a forradalmárok tűztek a mellükre. A piros az erőt, a fehér a hűséget, a zöld a reményt jelképezi. Az ember, aki gyáván elfordul a problémáktól, csak önmagával törődik, hogyan viselheti a pirosat? Aki nem tesz embertársaiért semmit, miért hordja a hűség fehér színét? És végül, aki saját gondjába merülve mardossa magát a múlt miatt, aggódik a jövőért, az hogy hordhatná büszkén a zöldet? Legyünk hát mások. Együtt, mi mindannyian. Együtt képesek vagyunk jobbá tenni a világot, és akkor végül a szívvel kimondhatjuk. Magyar vagyok. Erő, hűség, remény. Ez vagyunk mi, a kokárda színei, a nemzeti színek. Büszkék lehetünk arra, hogy magyarok vagyunk, nem látszatból, nem külsőségek alapján, hanem belülről, szívből és igazán. Köszönöm. Hogy szóljon a nagybányai ünneplő közönséghez. Éljünk bárhol is a világon, ezen a napon együtt emredobban a szívünk, kokárdát tűzünk a kabátunkra, és együtt ünnepeljük a márciusi ifjakat. Emlékezünk a hősökre, akik bátran vallották, és a szabadsághoz csapta mezőjén is bizonyították, hogy a haza minden előtt. 171 évvel ezelőtt ez a négy rövid szó magyar emberek millióinak sorsát fordította meg, és azóta is arra tanít minket, hogy egyedül akkor győzhetünk, ha büszkén vállaljuk nyelvünket, kultúránkat és nemzeti jelképeinket. Hiszen akárcsak 1848-ban, úgy ma is igaz, hogy csak a jövőjük érdekében együtt cselekvő, erős és öntudatos nemzetek állhattak meg a birodalmi fenyegetésekkel szemben. Ezért, amikor a forradalomra és a szabadságharcra emlékezünk, olyan férfiakat és nőket látunk magunk előtt, akik azzal mutattak példát Európának, hogy számukra a hazájuk volt az első, és közös otthonuk szabadságáért a rájuk törő túlerővel is bátran szembeszálltak. Meggyőződésem, hogy az ő hősies helytállásukból ma is erőt meríthetünk. Engedjék meg, hogy a magyar szabadság születési napján tisztelettel köszöntsem Önöket, és felmerülő ünneplést kívánjak minden magyar honfitársamnak. Éljen a magyar szabadság, éljen a haza! Budapest 2019. március 15. Tisztelettel Orbán Viktor. Már nem feltétlenül illendő, hogy egy miniszterelnöki üzenethez, hogy azt követően az ember tovább beszéljen, de elegettéve alpolgármester asszony, elnök asszony szíves felkérésének szeretettel köszöntöm Önöket itt ezen a mai március 15-i ünnepségen. Az ünnepség előtt a könyvbemutatón többen kérdezték, hogy én miért pont nagybányán vagyok ma este. Ennek két oka van, az egyik az, hogy hivatali előjáróim a külgazdasági és külügyminiszter, illetve az ő helyettese
tegnap és ma Marosvásárhelyre, illetve Szatmári Imetibe látogattak. Ugye mind a kettőket kísérem hivatalból, és hát ehhez nem is kellett a térképre nézni, mert ez úgy adta magát, hogy hazafele mehet. Én leghasznosabban akkor láthatnám el a hivatali feladatomat, hogyha megállnék Nagybányán, és az itteni ünnepségen is részt vennék. Egyrészt már régen nem jártam Nagybányán, és láttam, hogy itt ma nincs előnök között magyarországi hivatalos meghívott, úgyhogy ez az egyszerű oka, hogy én most itt vagyok, és együtt ünnepelhetek önökkel. Köszönöm szépen még egyszer a meghívást. A tegnapi nap nagyon érdekes volt Marosvásárhelyen. Amikor egy magyar külügyminiszter Marosvásárhelyre látogat, az mindig egy nagy esemény. Nyilvánvalóan nem csak a helyi magyarok számára, hanem a helyi románok számára is, illetve az országos médiumok számára is. Nagyon sokan jöttek el a miniszter úr sajtótájékoztatójára, ott voltak a Bukarest vezető médiumok és televíziók sok kamerával, nagy volt az érdeklődés. Nagyon érdekes volt, hogy egy viszonylag hosszúra szabott sajtótájékoztató, milyen kérdések hangzottak el, és kinek mi volt a fontos. És ahogy ott a miniszter számba vette a magyar-román kétoldalú kapcsolatokat, illetve a romániai magyarság helyzetére vonatkozó kérdésre adott válaszait, akkor úgy összegezte az elhangzottakat, hogy nem lenne korrekt, hogyha azt mondanám, hogy a problémák nagy részét megoldottuk, és az ügyeink rendezettek lennének minden szempontból. Itt most nagyon sok mindenről beszélek, autópályákról, gázösszeköttetésről, és egyéb ilyen nagy kétoldalú projektekről, és természetesen kitért arra is, ugyanakkor az sem lenne helyén való, vagy nem lenne helyes, hogyha nem vennénk számba azokat a sikereket, amiket elértünk. Nyilvánvalóan utalt a második Rákóczi Ferenc katolikus iskolára, amelyet meglátogatott. Ugye idézzük fel, hogy ezelőtt két évvel úgy nézett ki, hogy az iskola az megszüntetésre, nem mondom, hogy megszűnt, hanem hogy megszüntették, vagy megszüntetik, és sikerült megállítani, visszafordítani. Tegnap együtt voltunk az iskolába, felmerül volt látni 300 gyereket, kisiskolásokat a szüleikkel, akik meg nyilván megköszönték azt a segítséget, amit Magyarországon, magyar kormány, magyar diplomácia nyújtott, de akik teljesen tudatában voltak, hogy nekik minden joguk és lehetőségük megvan arra, hogy magyarul egy katolikus iskolában végezzék a tanulmányaikat 2019-ben Marosvásárhelyen. Beszéltünk a Mogye ügyéről, a Vásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem magyar karának hányatott sorsáról, ahol nyilván folynak a tárgyalások, és ami jól jelezte, hogyha egy problémát sikerült megoldani, akkor rögtön ott van a következő megoldásra váró probléma, csak abban a városban. De teljesen igaza volt miniszter úrnak abban, hogy vegyünk számba azokat az ügyeket is, amik jó történetek, amik sikeresek. Az katolikus iskola mellett ott van például ez a Magyar Gazdaságfejlesztési Program, aminek most már a második fejezeténél tartunk, a mezőség után Székelyföldre sikerült ezt kiterjeszteni, és van még jó néhány példa, amit Magyarország segítségével a romániai magyar közösségek javára tudunk fordítani. Úgyhogy én nagyon örültem, hogy így közelítettem meg az aktuális ügyeinket, hiszen az nagyon fontos, hogy legyen bennünk egyszerűen optimizmus és derülátás a jövőnket, az itteni jövőnket nézve, és hiszen így tudunk együtt dolgozni, és így tudunk igazán emelkedett szívvel együtt ünnepelni. Tulajdonképpen most ez egy kicsit erőltetett összekapcsolása lesz az ünnepségnek és az aktuál politikai dolgoknak, de hogyha belegondolunk, az 1848-as forradalom és az azt követő szabadságharc, az egy elbukott forradalom és egy levert szabadságharc, amit idegen hatalmak sikeresen levertek. Ehhez képest ez tulajdonképpen a mi legszentebb és legfontosabb nemzeti ünnepünk, ami minden magyart összeköt Magyarországon, szomszédos Magyarországon, szomszédos országokban és mindenhol a világon. Ilyenkor Amerikától kezdve gyimesekig, és mindenhol a nagyvilágon magyarok élnek és közösen ünnepelnek, kitűzik a Hokkádát, és olyan egyértelmű, hogy miről beszélünk, a szabadságról, az egyenlőségről és a testvériségről. Miközben és a magyar szabadságról és a magyar testvériségről. Noha az elmúlt 171 évben szinte soha nem volt arra lehetőségünk, hogy ezt a hármat, ezt
mind a háromat kiteljesülve élhessük meg. Volt, amikor volt szabadság, de nem volt egyenlőség, volt, amikor volt erőltetett egyenlőség, de nem volt szabadság, és hát mondjuk így 1989 után, amikor a legjobb csillagzat alatt állunk, hát azért szabadság és egyenlőség az többé-kevésbé van, de még testvériség, legalábbis a szomszéd népekkel azért az még nem bontakozott ki kellőképpen. És ehhez képest mégis ez a legfontosabb ünnepünk és a legszentebb emléknapunk március 15-e. Valószínűleg azért, mert tudjuk, hogy ezek azok a, vagy azok az eszmék, amiért adunk az életüket adták, és amit az a politikus generáció akkor megfogalmazott, ami az alkotmányosságban, a jogegyenlőségben, a törvények előtti egyenlőségben, a kisebbségek egyenlőségben foglalható össze. Ezek azok a máigható eszmék és célok, amik a magyar nemzetet, a magyar nemzet számára a legfontosabb eszméket képviselik, és amik 171 éve feladatot és célkitűzést adnak számunkra. Úgyhogy hát én ezeknek a gondolatoknak a jegyében kívánok önöknek méltó és felemelő ünnepséget és további ünneplést mára. Sajnálom, hogy a korábbi koszorúzásokon nem tudtam részt venni itt Nagybányán, de ahogy mondtam, napközben még hivatali kötelességeimet tettem eleget. Köszönöm szépen még egyszer a meghívást, minden jót kívánok önöknek!